A Nemzeti Tehetségprogram keretében Úton a digitalizált világ felé című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics körút 17 óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása című NTP kötőjel OTKP kötőjel 20 kötőjel 0089 pályázati azonosítószámon szereplő Úton a digitalizált világ felé elnevezésű nyertes pályázat 2020. szeptember 1 és 2021. június 30-a között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics körút 17 óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 583.000 forint. A pályázati programban az óvoda Kreatív Kuckó térbeli vizuális és a Logi Kuckó logikai matematikai tehetségműhelyei vehettek részt 18 gyermekkel, Nagy Tiborné és Kovácsné Cigle Erika tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével. A 30 órás program célja volt a gyermekek informatikai műveltségének megalapozása, kulcskompetenciáik kialakítása az innovatív műhely munkák során. A gyermeki kreativitásra építve tematikusan épültek egymásra a műhely munkák, mely alkalmak során az innovatív programok megvalósítása kihívást jelentettek a gyermekeknek, ösztönözte, próbára tette kiemelkedő adottságaikat, gyenge oldalaikat fejlesztette, mélységben, tartalomban gazdagítottak. A két tehetségterület speciális szempontjából kiindulva projektmódszerrel dolgozta fel a programot. A két tehetségterület műhelyeibe járó gyermekek az együttes tevékenységek során ismereteikkel, képességeikkel kiegészítették egymást, összeadódtak értékeik. A gyermekek kalandozást tettek a síkban, térben, a fonalak, tükrök, a fény, árnyék, a formák az anyagok világába, a digitalizált világban mélyültek el. Az alkotások, élmények megörökítése által ismerkedtek a fényképezőgéppel, okostelefonnal, beszélőkockával, a táblagéppel, a kép- és hangrögzítés videófelvételek módjával. Laptopon virtuális képgalériát tekintettek meg, logikai játékokat játszottak, Paint programban alkottak, közben weboldalakkal, technikai műveletekkel ismerkedve alkalmazóképes tudásuk mélyült. A szülők a közös műhely munkák során megtapasztalták a gyermekek kiemelkedő adottságainak kibontakoztatását, elköteleződtek a tehetséggondozás iránt. Rubik kocka és kockajátékok interaktív informatikai eszközbemutatói színesítette a műhely munkákat. Pincésné Sós Gyöngyi csipkeverő, kunhímző, népi iparművész együttműködésével a csipkeverés mesterségébe tekintettek be a gyermekek. Györfi Sándor Kossuth díja szobrászművésznél tett műhelylátogatás hatására a gyermekek pozitív érzelmi viszonya erősödött a szobrászat iránt. A Karcagi SC Varó István szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma informatikai tantermében a 3D nyomtatás izgalmas, digitális világával ismerkedtek.